A digitális világ érdekes. Postmodem. Már megint leállt a Facebook, de meg vagyunk nélküle? Elsöpörheti e a rendszereink működését egy kiadós napkitörés. Aztán vendégünk lesz az első magyarországi Emmy filmfesztivál szervezője, avagy már Tarantino sem kell. Hogyan hat a mesterséges intelligencia a nyelvünkre, és mit tanulhatunk ebből? Majd pedig egy pinkhajú lány története Barcelonából, aki nem is létezik. kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Részbetyár Gábor nevében. A mikrofonnál Szilágy Árpád. Az élet, a világ mindenség, meg minden nő üzeni a szerkesztőnk a Galaxis Uti üzenetét, részbetyár Gábor a műsorunk szerkesztője, mégpedig egész konkrétan az asztaltárságunk női tagjának, neki boldog nőnapot kívánunk, dr. Pál Bernadett Csillagász, a Hunen Csillagászati Központ munkatársa. Sziasztok, köszönöm szépen. Itt van a stúdióban természetesen a erősebbik nem képviseletében még néhány úr, dr. Bódi Zoltán, Letnyelvész, a Magyarság Kutató Intézet főmunkatársa. Szia Zoli. Szia, tiszteltek, köszöntök mindenkit. Kovács Tücsi Mihály Szifi a Galaktika Magazin tudományos szerkesztője. Kellemes egy órát mindenkinek. És vendégünk Sallai Ervin reklámszakember, az első Magyarországi AI Filmfesztivál alapítója. Sziasztok köszöntöm a hallgatókat. Ajánlom a műsorunk internetes felületeit, csatornánk van a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on, oldalunk a Facebookon, mindegyik csak egy kattintásnyi távolságra van, hogy eljönnek a pont oldalra. Ha tetszik a műsorunk, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, a feliratkozás leírása is megtalálható a postmodern.hu-n. Vannak, akik szerint egy jó kiadós áramszünet segíthet mindenkinek abban, hogy kiszakadjunk a Mátrixból, mert ilyenkor megtapasztaljuk azt, hogy mennyire függünk a különböző rendszerektől. Hát most már azt hiszem az elmúlt tíz évben mondhatjuk azt is, hogy a Facebook, Facebook is egy ilyen rendszer, amitől sokan függünk, beszélgetünk, kommunikálunk, informálódunk, valaki még hírfalnak is használja a Facebookot, és hát a héten megtörtént megint, hogy leállt. Azt hiszem, hogy három év után először, mert 2021-ben volt egy nagy leállás, és most is több óráig tartott, ugye? Tücsi? vagy mennyi ideig tartott? A, bő három órát, úgy emlékszem, és aztán a részleteibe jött vissza. Én is csak onnan tudok róla, hogy először a párom elkezdett ilyen fogni, hogy kivágta itt a gép, és nem bír visszajelentkezni. Mondom, próbálkozzon. Aztán megjelent az egyik szomszédunk, és megmutatott nekem egy macskás videót, amit akkor vett föl. Utána jöttek sorba a szomszédok, hogy ő. és e e, a macskás videó videómnak, miközben a Facebook lefagyáshoz. Azt, hogy, hogy, mivel a Facebookra nem tudta föltölteni és megosztani ja. másokkal, ez is személyesen kár... Igen, igen. Úgyhogy hár, Úgy, hárma még átjöttek, megmutatták, hogy mit főztek, akkor jöttem rá, hogy biztos leállt a Facebook. <laughs> ez volt az igazi megosztás, amikor a szomszédok egymás között a fizikai valóságban Tökélet. osztják. Meg. Igen, 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 Na, katasztrófa? Facebook állás? Mit gondoltok? Ervin esetleg? Nem tudom, én mondtam a social médias kollégáknak, hogy akkor itt véget élt, remélem mindegyik van valamilyen analóg munkája, ők ki is mentek sörözni azonnal. Úgyhogy ők nem élték meg ennyire komolyan. Azt hogy elengedted őket haza, hogy menjenek. Nem, nem, hát ők azért kimentek a kagyből sörözni, és én egyébként a boomer vagyok, hogy nekem másnap is leállt. És azt hogy csináltad? Nem tudom, de engem, tehát hogy engem egy nappal később dobott ki. Azt hittem, hogy valami kapcsolatod van már Zuckerberggel is. És ezért kidobott a Facebookjáról. Ez jó. Berni? Te Nem. mennyire függsz a facebook -tól? Nem nagyon, én csak a Messenger-t használom, mert azon keresztül beszélgetek így a családdal, de engem pont a metrón ért ez a nagy Facebook leállás, és hát azért én már most már néhány éve taposom itt veletek ezt a posztmodemet, meg főleg Artúrral, aki ma pont nincs itt, a kiberbiztonság technikai szakemberünkkel, úgyhogy hát amint megpróbáltam belépni a messenger -be, és kiírta, hogy time out, és kiléptetett, és legyek szíves visszalépni, akkor az volt az első, hogy megnyitottam a VPN alkalmazást a telefonomon, hogy elrejtsem az IP címemet, mert mi van, hogyha feltörték a Facebookomat. <laughs> Aztán kiderült, hogy mindenki más is ezt gondolta, úgyhogy a második lépésem az az volt, hogy fölmásztam a Twitterre, vagy mai nap nevén e -X, -X. XXX. És, igen. <laughs> és, és ott a legelső tweet az az volt, hogy nem, nem törtek föl, leállt a Facebook. Jó, de abban a pillanatban akkor egy kicsit megijedtél, ugye? Hát persze, mert ott van fönn ugye egy csomó beszélgetésem, tehát azért azt, azt úgy sajnálnám, hogy valaki rátenné a kezdet. De igazán attól, attól a be, meg, amikor átalakult az elég egész délkorai horror rá, ahogy a lecsatlakozott utasok a hogy átalakultak zombivá, és örjöngve próbáltak a telefonukkal bármit elérni. Egyébként nektek volt már ilyen eset, hogy félbeszakadt valami fontos kommunikáció, beszélgetés, cset, Akár a Facebookon, akár más rendszeren keresztül, mondjuk egy ilyen áramszünetnek a hatására, és mondjuk jó lett volna, hogyha nem szakad félbe. Hát nyilvánvalóan ilyen mindenkivel, és bármikor előfordulhat áramszünet, vagy bármilyen technikai gond az adódhat. De itt inkább, a, ebben szerintem az az érdekes, hogy ez egy nagy rendszer. Ez ő óriás, ez egy globális rendszer. Több milliárdan csatlakoznak rá. Igen, Lehet, hogy nem egyszerre, van. de igen. Még az, hogy nyilvánvalóan egyszerre is akár, hát borzasztó sokan vagyunk a Facebookon globálisan, és azon nagy rendszer állt meg, Uh, Egyébként pedig... ez tényleg fontos, amit mondasz, mert sokan arra gondoltak, hogy csak Magyarországon uh -huh. vált elérhetetlenné. Meg a másik, hogy a vörös minden minden kábelt átvágták, és azért és nincs az az a komolyabb gáz lett volna. Rohastam. Ez a Mátix-os hasonlat, Zoli, ez mit szólsz, hogy kiszakadunk belőle, és kicsit felébredünk, és megtapasztaljuk a pozitív oldalát a, annak, hogy időnként Facebook nélkül is lehetünk? Nem teljesen jó, bár nagyon szimpatikus nekem a hasonlatod, őszintén mondom, de nem teljesen jó, mert a Facebook az csak egy a sok közösségi hálózati platform közül és nagyon sokan nagyon sok felé vagyunk, és többféle hálózat van, és én nem misztifikálnám túl a pont ennek a közösségi hálózatnak a jelentőségét, mert hát most egy darabig nincs, hát Isten azért az üzlet nem fog teljesen megállni, az élet nem fog megállni, egy csomó információ, amit én a Facebookon keresztül elérhetek, az, az, annak van egy eredeti forrása is, és máshonnan is elérhetem, és ami pedig csak Facebookos forrás, annak egy igen jelentős része álhír, félrevezetés, hülyéskedés, ilyen olyan-amolyan, nem kompetens dolog, tehát amúgy is egy ilyen, az üzlet nyilvánvalóan fontos és használja, de nem fog ez sose örökre leállni. A mi hétköznapi életünkben, akik nem üzletemberek vagyunk, pedig hát olyan nagyon, hát kicsit kényelmetlen, meg most nem tudom pörgetni az izé, ujjammal, az izé a telefonnak a képernyőjét. És, igen, igen tehát és akkor most mi van? Igen, Berni is azt mondta az előbb, hogy megnézte rögtön az X-et, hogy működik-e. Igen, mert amikor három éve volt a nagy leállás, akkor volt egy rettenetesen vicces tweet, akkor még rend Twittertől, mert uh, amint most már hogy rá, mondod, X? Én továbbra is Twitternek ellenállok. az üzenetet? Hogy az X vagy tweet? tweet. Én tweet. Tweet. Hát okay. most az, az, X, az X-ből én nem jövök rá, hogy a Twitterről beszélgetünk. Um, na és, és akkor kitvítelte a Twitternek a hivatalos fiókja, hogy, hogy üdvözlünk konkrétan mindenkit. Mert Amint leállt a Facebook, megugrott az új fiókoknak a regisztrációja a Twitteren, mert mindenki fölment a Twitterre, kideríteni, hmm. hogy mi történik. Na de én most nem is erre akartam rátérni, hanem ahogyan itt említettétek, hogy ugye, ami, ahogy, amit az Oli említett, hogy a, a Facebook az csak egy social media, és én éppen pont egyébként egy barátnőmmel beszélgettem. Tehát a messengeren, közösségi hálózat. Hálóza. Um, éppen egy barátnőmmel beszélgettem Messengeren, amikor ez az egész megtörtént, és nem sokkal később érkezett tőle egy SMS, hogy hát akkor visszatérhetünk a klasszikus kommunikációra, mert leállt a Facebook, és utána SMS-eztünk körülbelül fél percig, amíg mindketten fölmentünk a Twitterre, és elkezdtünk ott beszélgetni, mert egyébként ott is lehet. És újra visszaálltak a rendszerek. Egy reklámügynökségnél mennyi jelent egy ilyen kimaradás? Egyáltalán számít -e? Mondjuk az üzletben ez okoz fennakadást? Egy ilyen rövid kimaradás az nem. Nem. Ö, én azért éltem meg olyat a repülőtéren dolgoztam, hogy műholdak károsultak, és nem tudtak az emberek a kártyájukkal fizetni, és mondták, hogy, Na az, hogy az már jelentős. Az, az jelentős mondta, hogy nem baj, előveszi a másik kártyát, de a másik kártyája is ugyan, ugyanúgy ahozat, a hálózathoz tartozott, és akkor itt maradt Magyarországon. Az, az egy probléma az, hogy most tényleg a macskás videót egy, kicsit, egy nap múlva nézem meg, szerintem az nem tragikus. Úgyhogy vissza is állt a Facebook, menjünk tovább, és nézzük meg, hogy mi okozhat ilyen kimaradás például. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Központi csillagunknak a napnak van egy 11 éves ciklusa, aminek a maximumán ilyen napkitörések történnek, ha jól mondom ezt pontosan. Bár Pál Bernadett csillagász itt műsor előtt mondta, hogy hogy kell ezt pontosan mondani, ezért napkitöréseket mi a... Hát többféle neve van, vagy, vagy napkitörés, ezt szoktuk inkább emlegetni, vagy napvihar, vagy van a flare, amit kevesebben ismernek. Volt egy hosszabb kifejezés. A koronaanyag kidobódás, az, egy, az már egy, egy kicsit speciális ehhez, ehhez kötődő jelenség, amikor egy ilyen Ez nagy szép plazma Szép is egyébként felhő, a kifejezés, hogy koronaanyag. A koronaanyag kidobódik, egy ilyen nagy plazmaanyag felhő gyakorlatilag leszakad a, a, a napnak a, a felszínére. Hát amennyire tudjuk mondani, hogy idézőjelesen a felszínéből kiszakad belőle. És állítólag 1000 km per szekundum sebességgel jön például a föld felé. Ez így van. És de... most nemrég néhány nappal ezelőtt is elszáguldott mellettünk egy ilyen nagy mágneses vihar? Hát egy plazma buborék száguldott el mellettünk, és itt a lényeg a mellettünkön van, tehát nem talált el minket e, szerencsére telibe. De akár el is találhatott volna. Eltalálhatott volna, és, és ez egyébként, amit mondtál, hogy ilyen átlagosan ezeknek a, ezeknek a, a kiáramló hatalmas töltött részecské áramoknak a, az átlagos sebessége az ilyen 800 és 1000 km per között mozog. Amit ez nekünk jelent, az az, hogy ha van egy nagyon nagy erejű, egy X osztályú, az a legmagasabb osztályú nagyon nagy energiájú napkitörés, akkor annak látni fogjuk a felfénylését, hiszen ugye a napból érkező fotonok 8 perc alatt itt vannak nálunk. Viszont, amíg ide de, de érkezik... De hogy látjuk? A fel, felnézzünk, és a nap még, uh -huh. még, jobban ragyog? Folyamatosan figyelik a napnak a felszínét, akár, akár um, csillagászok, akár um, a Földön éppen aktuálisan dolgozó nap, nap, napfizikusok, nap, nappal foglalkozó csillagászok figyelik a felszínt, illetve uh, számos űrszonda van, ami folyamatosan monitorozza a csillagunknak a felszínét, főleg azért, mert ezeket a napkitöréseket nem tudjuk előrejelezni sehogyan. Viszont, hogyha észreveszünk egy ilyen nagy felvillanást, és tudjuk, hogy ez most éppen pont felénk halad, Már hogyha olyan hülyek vagyunk, hogy belenézünk a napba, ugye? <laughs> Csak megfelelő védelem mellett mindig csak úgy szabad belenézni a napba, például remek napfóliákkal, nekem is van ilyen napfóliám, Na, de nem uh, is az egyszer a lényeg. Hozd el. Jó. <gül> <gül> Na de az a lényeg ezzel az 1000 km per szekundummal, hogy mire ide ér hozzánk effektíve az a részecske zápor, addig van két-három napunk. Tehát fel tudunk rá készülni, hogyha folyamatosan figyeljük a napnak a felszínét. Két-három, hogy lehet két-három? Ja persze, mert 1000 km per szekundum a naptól az sokkal lassabb, mint ahogy a fény jön, az Én ugye van. 300, 300 km per szekundum. Aha. Tehát két-három napig jön ez az óriási sebességű vihar, és akkor mi történik? Hát, hogyha nem vagyunk rá felkészülve, és telibe talál minket, akkor hát ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye van nekünk a Földünk, és van a körül egy szép kiterjedt mágneses mező, egy mágneses tér szerencsére, ami rengeteg mindentől megvéd minket. Ahogyan ez, fejbe találná, most tegyük fel, hogy van egy feje, fejbe találná um, a, a napból érkező ez a hatalmas plazmafelhő, akkor azzal, ahogyan kölcsönhat, ez egy picikét így megrezekteti a Földnek a mágneses terét is. És a még így az általási iskolai vagy gimnáziumi tanulmányainkból, hogyha a Feredei Törvényt felidézzük, az időben változó mágneses tér az elektromos áramokat kelt. Magyarul az történne, mint ami történt például um, körülbelül 165 évvel ezelőtt a Carrington esemény során, hogy egy ilyen nagy mágneses vihar keletkezik, és hatalmas áramok indukálódnak itt a Földön, például távvezetékekben. Tehát, mintha egy nagy tekercs lenne a Föld körül, és akkor a tekercsben képződik egy áram ennek hatására. Valahogy így, igen. igen. És akkor például a, az elektromos hálózatok Lekapcsolódhatnak akár? Lekapcsolódhatnak az elektromos hálózatok, hosszabb áramkimaradásokat tud okozni, tehát hogyha egy ilyen óriási áramlöket keletkezik mondjuk egy ilyen hosszú vezetékben, akkor az ki tudja sütni a biztosítékokat, vagy tud ez nagyobb problémákat okozni, hogy például a GPS-es műholdjainknak a működését meg tudja úgy zavarni, hogy nem fogjuk tudni, hogy pontosan hol vagyunk. De vagy akár mi a, a nagy transformátor állomásokat is tönkre teheti, ami viszont Igen. hónapokra kiesést okozhat az áramellátásban. Igen. De. Ez törvényszerű, hogy bekövetkezik? Hogyha eltalál minket egy, egy ekkora napkitörés, egy ekkora. Egy mekkora? Kora, például egy ilyen X osztályú. Az, hogy most mm -hmm. ez pontosan mekkora energiának felel meg, ezt most így nem tudom. Mindegy, de szóval, hogy eltalál egy ilyen, Igen. egy X osztály, akkor törvényszerű, hogy ezek az események be kell, hogy következzenek? Hogyha vagy pedig nem... valamilyen valószínűsége van, ami nem túl magas. Hogyha, hogyha nem készülünk fel rá, akkor én úgy gondolom, hogy ez törvényszerű. És de. hogy lehet erre felkészülni? Például Bocsánat. lekapcsoljuk a hálózatokat. Én így tudnám elképzelni, de őszinte leszek, ebben én nem vagyok annyira otthon, hogy hogyan tudnánk védekezni, hogyha ténylegesen felénk tartani egy ilyen. Ez, ez nem ilyen olyan egyszerű probléma, mert ugye hiába kapcsoljuk le a hálózatot, az indukálódó áram a lekapcsolt hálózatban no, is. is de, de, Igen. Tehát úgy is tud problémát okozni. Árnyékolással fizikai kapcsolat megszüntetése, tehát például a nagy szerver farmok. Újabban ezért költöznek be előszeretettel barlangok mélyére, nukleális bázisok beton aljára, mert ott ezektől a hatásoktól visszavédve vannak. Pont ezért gondoltam bele ebbe a két-három napban, amit mondtál az előbb, mm. Berni, hogy két-három nap alatt nem lehet kitalálni semmilyen védelmet. Tehát erre valami átfogó megoldás kellene, ha egyáltalán létezik. Tehát valami föld körüli nagy hálózatot nem lehetne kiépíteni? Most ezt nyilván nagyon naivan mm -mm. kérdezem. Én szerintem erre egyébként, ami a napjainkban zajlik, hogy folyamatosan monitorozzuk a napnak a, 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 az aktivitását, és ugye ezt ez szok, ez szokták űridőjárásként összefoglaló néven nevezni, azt szerintem az, ez, ez a legjobb lépés a napjainkban. Nem is csak azért, mert hogy így a földet tudjuk védeni, de ugye van nekünk számos föld körül keringő műholdunk, űrhajósaink a nemzetközi űrállomáson, hogyha mi a földet megvédjük, vagy akár csak a föld felszínén levő eszközeinket megvédjük, attól még a szegény űrhajósokra, ugyanúgy uh, veszély tud jelenteni uh -huh. ezt. Tehát ezért is jó, hogy, mert hogyha, hogyha látjuk, hogy merre halad mondjuk egy ilyen hatalmas uh, anyagkidobodás, mint ami múlt héten elhaladt mellettünk, és csak a, a csendes óceán térségén a, a rövid hullám hosszú rádió kommunikációban okozott néhány órára kimaradásokat. Tehát azért egy kicsikét megzavarta. Így ja is persze, meg leállt a Facebook. Igen. <laughs> Meg a világ csillagászainak a sóhajtását lehetett hallani, mint egyszerűen. Hó, oh, Álhíreket generáltunk. <gül> <gül> um... Ez úgy tetszett, hogy teljesen elfejtettem, mire beszéltem. Azért, hogy vagy két vagyok. napra előre tudod, akkor szólj, majd kihúzom a tévét. Ebben mindenképpen. Lényeg az, hogy megúztuk, de egy rövid történetet még mondjál, mert ugye régen is voltak már ilyen napkitörések. Nagyon röviden, igen. 1859-ben volt a, a, feljegyzett legnagyobb erősségű napkitörés. Ez volt a Carrington esemény, és ekkor már volt hálózat, és egy a hatalmas geomágneses vihar volt, hogy a távíró gépeknek a kis vevő szülékein akkora ilyen Szikra. szikrák ugrottak át, hogy kigyulladtak a papírok benne egyrészt. Másrészt, amit engem nagyon megfogott, az az, hogy akkora fényjelenséggel járt a kitörés, hogy... Északi ha... fényel konkrétan. Tehát olyan erős volt az északi fény, hogy nappal lennak látszott, vagy napkeltének. Igen, annyira napkeltének látszott, hogy a feljegyzések, <coughs> a alapján az aranybányászok valahol Amerikában fölkeltek, és nekiálltak tojást, meg békönt sütni reggelire, meg kávét fő mert azt hitték, hogy felkelt a nap. Szerintem ezek annyira látványos múltbeli események, hogy akár egy filmen is meg lehetne jeleníteni ezeket a történéseket, úgyhogy ezzel most megyünk is tovább. A digitális világ érdekes. Postmodem. Ugyanis Magyarországon megrendezték az első AI filmfesztivált, mondjuk rendesen pontosan nemzetközi AI filmfesztivál, aminek a filmfesztivál alapítója, Salai Ervin reklámszakember itt van velünk a stúdióban. Kezdjük az alapokkal, de rögtön én megemlítem azt a szempontot is, amiről mi egyébként ebben a műsorban hónapok óta, vagy már lehet, hogy évek óta beszélgetünk, hogy a mesterséges intelligencia vajon lecseréle bennünket, embereket, elveszi -e a munkánkat. Úgyhogy most itt az elején rögtön azt, azt kérdezem meg tört, hogy a filmesektől elveszi a munkáját az mesterséges intelligencia? Szerintem nem veszi el, vagy bizonyos munkákat ki fog váltani, vagy bizonyos munka folyamatokat le fog egyszerűsíteni. Annyit pontosítanék, hogy Magyarországon első ö, AI filmfesztivál, tehát a világon volt már egy pár, egyébként viszonylag kevés, elég korán reagáltunk, és azt éreztem, hogy, hogy érdemes megmutatni azt, ami így a világon történik, és amiket ö, eszkábálnak még nagyon-nagyon kezdetlegesen, vagy most már egyre fejlődőbb módszerekkel a, a, az amatőr vagy nem annyira amatőr filmkészítők. De hogy a kérdésedre válaszolják, egyébként fél tőle mindenki, tehát a reklámszakmában is, a filmszakmában is, de egyre inkább azt látom, hogy inkább beépülnek azokba a szoftverekbe, amiket egyébként is használunk, és mondjuk mondjuk egyszerűbb lesz ö, megtisztítani egy hangot a mellégzőrejektől, vagy kiegészíteni egy képet. Tehát például mondjuk egy független filmes, eddig mondjuk milyen filmeket tudott készíteni, két ember beszélget egy, egy szobában, mert hoz nem kell óriási szertet építeni, most meg mondjuk ugyanezt be tudja helyezni a mars felszínére, és napkitörés lesz körülötte, mert ezt viszonylag könnyen köré mögé tudja varázsolni. Na erre a megközelítés akkor még visszatérünk, de előtte magát a filmfesztivált beszéljük meg. Hogy hogy jött az ötlet? Mert ugye tavaly még, hogyha mi visszaemlékszünk itt a műsorban, tényleg beszélgettünk ilyenekről, hogy még az az időszak volt, amikor különböző rendszerek képeket tudtak generálni. És már akkor beszélgettünk róla, szerintem Berni, te is emlékszel, hogy milyen ilyen furcsa a hangulata van ezeknek az AI által generált képeknek. Némelyik ilyen horrorisztikus, meg ilyen, ilyen furcsa hangulatuk van ezeknek a képeknek, ugye? Igen, meg hát azóta már persze fejlődött a, az AI-nak, vagy hát a mesterséges intelligenciának a képalkotó funkciója is, de de akkoriban még nagyon nem volt szabad közelről megnézni, főleg az emberi alkatokat, mert vagy néhány ilyen hiányzott, vagy a szembe helyett volt. Igen, meg a egészen ilyen elmosódott, elfolyt, egészen borzasztó, tényleg ilyen horrorisztikus arcokat generált normális emberi arcok helyett. Berni az akkoriban szót mondja, a tavalyi évről. A tavalyi évről, tehát iszonyú gyorsan halad ez az egész. Én mindig azt használom, hogy mondjuk az ilyen filmkészítésről, hogy olyan, mint hogy a Chaplin után egy héttel kijett volna a Star Wars. Tehát ez, ez a sebesség, ahogy ez az egész dolog fejlődik. Ez nekünk egyébként a zsűrizésnél egy, egy fejtörést okozott, hogy hogyan lehet összemérni egy olyan filmet, ami fél éve vagy egy éve készült, egy olyannal, amit, ami egy hónapja készült. És ezért mi inkább úgy néztük, hogy nyilván a technikát is néztük, de hogy mi az a történet, amit elmesélsz, mi az az érzés, amit át akarsz adni, mi az üzeneted, és inkább hogy ehhez az AI, miért pont az AI találod meg, mint eszközt, hogy a legjobban kifejezd. És így néztük ezeket. Én azt mondom, hogy, hogy csak hogy egy kicsit így a számokba menjünk, hogy 145 filmet küldtek a világ összes pontjáról, tehát több mint 30 országból érkeztek nevezések. Ez egy ilyen 7 órányi rövid film volt és ezekből választottuk ki a... Nem, egy összesen 7 óra. Összesen 7 óra. igen, tehát az, az, jó, hogy nem ködött senki egy 7 órás filmet, de nem egyébként, tehát ilyen 15 percben volt maximálva. Ha, se kevés átnézni. Ha se kemény, á, nagyon, nagyon, tehát egy, volt egy 50 fős előzsűrink, aki megszűrte, és aztán utána a, zsűri, a főzsűri már a megszűrt mennyiséget nézte meg. Egyébként nekem pont tegnap előtt jött szembe a YouTube-on egy olyan klip, egy régi kedvenc zenei előadómtól a 70-es évekből, aki még mindig aktív és most szándékosan nem árulom el, hogy kiről van szó, de tavaly készítette egy olyan klipet, aminek, ami végig mesterséges intelligencia képekből lett összerakva. Nagyon látszik rajta, előre bocsátom. Tehát egy kérdés is ez rögtön kapcsolódik, hogy valójában videoklip készítésre jó most a mesterséges intelligencia? Jelen pillanatban szerintem arra a legjobb. Tehát uh -huh. a, a videoklipeknél megszoktuk azt, hogy nem egy koherens filmvilágban vagyunk, hanem egy picit énekel valaki, a balról berepül egy kutya, ö, kicsit kint vagyunk a, a, a játszótéren, aztán nukleáris vihar van, tehát hogy ez így nem gond, tehát az agyunk leköveti ezt és ezért e, itt működik a legjobb. Hát. <laughs> Na csak azért is kérdezem. Vagy legalábbis könnyebben, tehát hogy, hogy, a jelen pillanatban azt látom, hogy amik most filmek készülnek, mondjuk beszéltünk arról, ami majd nem sokára kijön a szóra, és... Na ezt akartam mondani. Igen, hogy már ott, ott róla a szoráról. Ott már egy, egy, azért egy koherens látványvilágot tud nyújtani, de azért most még ott állunk, hogy amit szoktam mondani, hogy, hogy, valaki elindul kék ruhában, New Yorkban és piros ruhában érkezik, meg Tokióban is lehet, hogy közben nő még egy feje. Tehát, hogy azért emiatt viszonylag nehéz azért olyan összefüggő történeteket elmesélni, de azért sokaknak sikerült. Azért sajnálom, hogy most keleti artúr nincs itt a társaságban, mert ő az, aki a legharcosabban állítja, hogy lényegében elmúltak mondjuk a filmesek kora, mert a, a szora, az viszont teljesen helyettesíti. Tehát majd ami őket. is hát ha van olyan hallgató, akinek fogalma nincs hát az, OpenAI által be, bejelentett új rendszer, ez egy olyan mesterséges intelligencia, aminek egyetlen egy kifejezést mondunk, mint a képekkel tavaly. Uh -huh. Tehát megmondjuk neki, hogy legyen és a képen... egy filmet. Legyen a képen egy macska, ami mondjuk sapkát visel, és megrajzolja nekünk gyönyörűen, akár fotorealisztikusan, de a szorának ugyanígy egy egyszavas egy kifejezést mondunk, és egy filmet készít belőle. De az az igazság, hogy nem. Szerintem most jön el a filmes, akkor nem véget ér. Tehát Eddig sem azt figyelted egy filmben, hogy milyen technikával készült el. Nyilvánvalóan, persze örülünk neki, hogy nem kell meghalni egy csomó kaszkadőrnek, mert, mert utómunkával meg lehet oldani azt, hogy lángoljon, meg fölboruljon a, a, kocsi, nem kell veszélyeztetni az embereket. Tehát egyszerűsödnek bizonyos folyamatok. Sőt, ezek a folyamatok azt jelentik, hogy egyre több lehetőséged van történeteket mesélni. De a történeteket neked filmkészítőnek kell kitalálnod, és abból lesz valami. A nézőt nem érdekli, hogy te ezt milyen eszközzel valósítod meg, csak legyen egy, egy jó történet, és élvezhető legyen a film. Folytassuk a témát mindjárt. digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Sallai Ervin, az első Magyarországi AI Filmfesztivál alapítója, továbbra is itt van velünk a stúdióban. Egyébként fél öt múlt egy perccel itt a Pátia Rádióban a Postmodem című műsort hallják, és hát ott tartunk, hogy hogyan is készülnek ezek a filmek, mire lehet használni, meg említetted a kaszkadőröket, őket azért ki lehet váltani mesterséges intelligenciával? részben ki lehet váltani, de én azért azt gondolom, hogy most például, hogyha belegondolsz, hogy Jackie chan nek az egy hozzáadott érték, hogy ő, ő végzi el azokat a feladatokat, meg közben más akcióhőst nézel, az se zavar, de külön kezeled a fejedben, tehát lesz egy hozzáadott értéke annak, hogy, hogy ő hajtotta végre, vagy sem, de az éjjel is ez egy eszköz, tehát bizonyos dolog szerintem kiváltató, és elképzelhető, hogy olyan utómunkaszakemberek, majd akik, akik ezzel nem foglalkoznak, azoknak más munka után kell nézni, de inkább azt mondanám, hogy hogy elkezdenek majd ezzel foglalkozni, és egyszerűbb lesz a munkájuk. Nagyon izgalmas volt ez a cikk, amit végigolvastam a filmfesztiválotokról, mert nagyon sokféle szempontot járt végig, hogy a filmkészítés milyen területeiben hogyan lehet bekapcsolni a mesterséges intelligenciát. Neked ebből melyik a legizgalmasabb terület? Hú, uh, ezzel most meglepé ezzel a kérdéselnek. Én, én az egészet izgalmasnak tartom, tehát azt mondom, hogy akár a forgatókönyv írásban is nagyon jól tud segíteni a mesterséges intelligencia, mert tulajdonképpen lesz egy beszélgető társad. Tehát én nem hiszem azt, hogy holnap begépelem azt, hogy egy blockbuster filmet szeretnék, ami a, a, nem tudom, a sivatagban játszódik, és bum, kész a másik. Legyen benne romantika is, meg akció így, is. így van, Tehát ez szerintem erre nem lesz, de olyan, mint hogyha lenne egy alkotótársad, aki ötleteket dob fel, neked tetszik, nem tetszik, még kész tőle ötleteket, hogyha tetszik, akkor elkezdesz rajta dolgozni, ő ellenőriz, hogy lépésről lépésre végig haladj ezen. Tehát ez, ez szerintem fantasztikus. Titkár, vagy múzsa, vagy segítő? Egyszerre minden. Na jó, de óriási ám a, a tartalom alkotó a kísértés, hogy, hogy ne fogadja el, el teljes egészében a mesterséges intelligencia által generált tartalmat. Tehát emberek vagyunk, sokkal kényelmesebb beírni a kulcsszavakat, cool eligazítani, parancsokat adni neki, aztán ha én meg közben akkor elmegyek a haverokkal sörözni. Nem? Hát, hogyha valaha, az film, valaha most... filmkészítőkkel beszélgettél, mindegyik a saját történetét akarja. Nem, nem a másik embernek, meg a másik gépnek a történetét hát, akarja igen, elmondani, hanem a sajátját. Igen, hát de a... eddig még nem volt ilyen színvonalú mesterséges intelligencia, segítünk. De hát az nagyon jó, persze segít, de hát bizonyos dolgok megvalósításában segít. Tehát tehát most jelen pillanatban, tehát hogyha valaki azért nem gyakorlott ebben, ez úgy történik, hogy én kitalálok valamit, abból, eh, akkor be, úgy mondjuk ezt promptolom, tehát beírok egy szöveget, abból alkot egy képet, és utána egy megint egy másik alkalmazás ezt a képet valahogy megmozgatja és utána pedig ezt összevágom egy filmé. Tehát a, tulajdonképpen az, az összevágás össze... az már ember. Az már ember. Nyilvánvalóan erre is lesz nem sokára olyan e, alkalmazás, ami ezt megoldja. Tehát, tehát a ti, egy... uh, bocsánat, a ti filmfesztiválatokon, tehát akkor ilyen produkciók igen, szerepeltek. Igen, tehát ember találta ki, mesterséges intelligencia technológia valósította meg egy részét. Volt olyan, aki, aki írta is, hogy mondjuk az írásban is részt vett a... Tehát őt megelölte a filmírójának a chat GPT-t. Már az ő történetét Rímekben elmondta. De ettől még ez a te történetet, hát most az, hogy. Szerencsére nem kell 50 embert mozgatni valahol, és horribilis pénzeket költeni, vagy pedig elmenni Izlandra, mert csak ott ö, tudod leforgatni, és milliárdokért leforgatni egy filmet, miközben egyébként ezt meg tudod csinálni a hátsó udvaradban. Tehát ez azért a független filmeseknek egy óriási lehetőség, hogy az a, a, meg egyébként akár olyannak is, hogy egy, egy magánember egyszerűen van valami álma, van egy kis történet, és nem biztos, hogy ő Hollywoodba akar menni, hanem meg akarja mutatni a neked a, a, a bulin hozzá, és nézd meg, csináltam egy macskás videót, de, de lila a macska, és, és van két szárnya, meg, meg, nem tudom, nem tudom, berepül balról. Tehát akkor, amit most mondasz, az alapján Quentin Tarantino még nyugodt lehet. Én meg azt az gondolom, összes hogy nagyon-nagyon nyugodt Igen, az összes követője, meg mindenki. Egy picit azt érzem, hogy, hogy hogy én optimista vagyok, és azt gondolom, hogy a kreativitás nagyobb szerepet fog kapni. Tehát, hogyha nagyon sok ember kezében ott van a lehetőség, akkor úgy tudsz kiemelkedni körül, közülük, hogyha kreatívabb vagy. És mindig arról beszélünk, hogy nézzétek meg, hogy a mobil, mindannyiatok mobiltelefonjával már lehetne mozifilmet alkotni. Sokkal jobb, mint ami 50 évvel ezelőtt profi kamera volt. Egyébként innen is jön az ötlet, ugye, I mert igen, mobilos igen, igen. filmeket akartál. Az, azon gondolkodtam, hogy mobilos fesztivál, aztán, aztán utána váltottam, hogy ez egy olyan robbanásszerű dolog ez az, az AI film, hogy akkor nézzük meg, hogy, hogy a, az ai -ja Aha. érdekesebb milyen filmeket lehet alkotni. De szóval, hogy, hogy ha érzed, hogy nem, nem, tehát a Hollywood nem remeget meg attól, hogy mindenkinek a testvérének van egy jó mobiltelefonja. Hogyan folytatódik ez a dolog? Mert hogyha meg, meghosszabbítjuk az idő szalagát mondjuk 5 évvel, tíz évvel, akkor azért már egyre több mindent meg lehet csinálni. Tehát egyre olcsóbb lesz a filmkészítés, egyre kevesebben dolgoznak benne. Mi a jövőképed? Én nem hiszem, hogy tehát egyszerűbb lesz, vagy bizonyos dolgok egyszerűbbek lesznek. Tehát most mondok egy példát, már most van olyan a vágó programban, hogy mondjuk egy interjúból a, a hümmögést, a köhögést, és mit automatikusan kivágja. Tehát ez egy óriási dolog, hogy nem kell végighallgatnod a, a másfél órát és darabonkét kivagdotni belőle, de ettől még nem veszítette el a riporter az állását. Tehát azt gondolom, hogy ilyen dolgok be fognak épülni. A de minden... a vágó lehet. Nem, a vágó sem, tehát, hogy tehát az, arra szükség lesz. De például, hogyha te, te egyébként kis online videókat akarsz készíteni, influencer, akkor neked sokat fog segíteni. A hollywoodi produkciókban szerintem továbbra is többen fognak dolgozni, mint ősz Tehát akkor szuma szumárom színészeket, rendezőket nem fog helyettesíteni a mesterséges Nagyon nagy, több szükség lesz a humánumra, mint valaha. Köszönjük szépen, Ervin, maradj még itt velünk a stúdióba, és szólj hozzá, ha van kedved. A digitális világ érdekes. Postmodem. Szerkesztőnk betjár azt üzeni, hogy a mesterséges intelligencia nagyjából most már mindenben benne van, mint a műanyag. Mm -hmm. Úgyhogy innen indítjuk a ó, mai... mint a műanyag, ez te jó volt, és tényleg milyen igaz. Tényleg? Hát persze, hát már azt mondják, hogy a csapvízben is benne van. Igen, sajnos. De szűrjük ki akkor, hogy mi az igazság. És a, a nyelv, nyelvhasználattal kapcsolatban mi a helyzet? A mesterséges intelligencia hat a nyelvünkre? Kérdezem Bódi Zoltántól, a netnyelvészünktől. Talán meglepő lehet, hogy valamilyen szinten igen. Hiszen azt már mindannyian tudjuk, hogyha az emberek létrehoznak valamilyen rendszert, amelyik mondjuk kommunikálásra való, akkor hát nyilván azt a rendszer annak a nyelvhasználatát, mert a kommunikációs képességeit alakítják. De, De egy a... filmkészítő rendszert. Például, igen. De azt sokkal ritkábban gondoljuk végig, hogy ezek az eszközök, most fogalmazzunk infokommunikációs technológiának, ezek hogyan hatnak vissza a mi nyelvhasználatunkra és kommunikációnkra. Tehát most mit tudom én, indítsunk a, a, a mondjuk a mobiltelefonról, tehát ez egy technológiai eszköz, vannak, vannak technológiai tulajdonságai, és ahhoz, hogy ezt jól tudjam kommunikációra használni, alkalmazkodnom kell ennek a rendszernek a technológiájához milyen méretű a kijelző, mekkorák rajta a gombok, hogy tudok rajta szöveget írni. Mindegyik feltételezés, ami kérdésemre negatív a válasz. Következésképpen, hogy fogom a nyelvhasználatomat alakítani, Úgyhogy minél hamarabb túl legyek azon a, az én kommunikáción, ami, ahogy lehet, már hogyha írásban csinálom, és ö, ö, annyira nem lesz fontos az, hogy, ö, hogy mint a nyelvtanórán, hogy ötös kapja a írásból, hanem éppen csak csúszon át a dolog. Az is egy ilyen hatás egyébként, hogy a legfiatalabbokról hallom, hogy a szüleik panaszkodnak, hogy nem is beszélnek a telefonon, hanem csak csetelnek egyszerre több emberrel négy előtt el. Hát mi lenne más? Persze. Tehát, ha, ha nekik az úgy kényelmesebb, akkor ez, ez a technológiahoz alkalmazkodnak. Viszont ez nem jelenti azt, hogy elfelejtenek beszélni, csak mondjuk más kommunikációs képességeik fognak fejlődni, és egy csomó meg nem. Ott lesz rutinjuk, ugye, a gépelésben. Igen. Pedig ma nagyon kellene a, a verbális kommunikáció. Mindig a beszéd. nagyon kell. Beszéd. Az mindig nagyon kell. Tehát azért az engem szokott zavarni, amikor olyan körülmények között vagyok, hogy úgy csodálkoznak rajta, hogy én képes vagyok tíz mondatot elmondani egymás után összefüggően és értelmesen, és egyébként nem csak tizet, hanem másfél órára vagyok ugye beállítva, mint igazi egyetemi oktató. Hát én másfél órán keresztül tudok érdekesen és normálisan beszélni papír nélkül, mindenféle izé nélkül prezentációt nem magamnak csinálom, hanem az embereknek, aki körülöttem van. Ezek a technológiák is hatnak a nyelvhasználatunkra. De nézzük meg, hogy akkor a mesterséges intelligencia Mit fog csinálni. Ugye ez alapvetően egy kommunikációra használt, illetve a rengeteg mesterséges intelligencia közül van egy csomó olyan, amelyik kifejezetten kommunikációra van kihegyezett. ChatGPT GPT. például ugye szövegeket hoz létre valamilyen módon. Nagyon érdekes volt megtapasztalni. A saját családomban is egyébként természetesen használja a családom a generatív mesterséges intelligenciát különböző célokra, és nagyon érdekes volt megtapasztalni, amikor feleségem mondta, hogy hát udvariasan kell tőle kérni, mert akkor fog jól válaszolni kifejtett mondatokban szerkezetekben kell vele kommunikálni, és többször is, és ha nem ad megfelelő választ, vagy nem jött megfelelő üzenet vissza, akkor másképp átfogalmazom, más szókincsen, más szerkezetekkel, és akkor lesz igazán hatékony a kommunikáció. Ez kicsit egyébként engem arra emlékeztet, mint hogy megfelelően, vagy igazán jól hatékonyan a Google-ön megtalálni valamit, az, egy, az egy, bizonyos Igen. tudás, egy skill, mondhatnám ilyen szép magyarul. Kompetencia. Az, köszönöm, egy mondja hogy, hogy ahhoz, hogyha én valamit meg akarok találni minél gyorsabban a google ahhoz azt a megfelelő módon kell, a megfelelő Igen. szavakkal beírni. Tehát a, a technológiai környezet az alkalmazkodó. Igen. Uh, van egy érdekes kutatás, amelyik uh, egyébként éppen a Google valamilyen automatikus válasz adó mesterséges intelligenciájának a formáit és a hatásait kutatta. És ilyenekre jöttek rá, hogy, hogy a kifejtett. A kifejtettség, a mondatok kifejtettségére fogunk egy kicsit jobban figyelni, mert így lehet igazán hatékonynak lenni. Vagy érdekes állítást, ezt én vitatnám, hogy valószínűsíthető, hogy relativizálódik, majd a táttérbe szóló lényegtelenné válik a szakkifejezések használata. Ez egyébként csak mondjuk köznyelvi szinten lehet szerintem érdekes. Most is így van, köznyelvi szinten, nem? <coughs> ez lenne az ideális. Tehát például, ha a hallgatók még emlékeznek arra a beszélgetés, ami most az előbb hangzott el ugye a napviharról, majdnem közbeszóltam, de annyira, annyira pörgött ez a beszélgetés, nem tudtam közbeszólni, föl akartam hívni a hallgatóink figyelni, hogy figyeljenek, mert egy csomó szakkifejezés hangzott úgy el, hogy az érthető, az érthető változatát mondta a, a, csillagász szakértőnk a műsorban. Miközben, is berni. E, igen, miközben ugye szakmai körökben nyilvánvalóan más terminológiát használsz. Na most erre viszont rá tud nevelni minket a, 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 a GPT és a mesterséges intelligencia. A közérthető beszédre? Igen, mert, mert óriási a szókincse, és nagyon-nagyon hamar tud szerkezeteket alkotni. De ez egy nagyon pozitív hatás. Ez akkor. pozitív hatás lehet, de semmi nem olyan, olyan, olyan direkt hatású, mint ahogy egyébként gondolnánk. Tehát a szakkifejezéseknek nagyon örülünk mi a szakmák mert nem kell mindig mindent újra definiálni. engem az érdekelne, hogy, hogy nem lustíte el. Tehát az, amikor én megírok mondjuk egy angol szöveget a chatgpt vel annyival jobb, mint az én angolom, hogy egyre inkább már rá helyezkedem, és eltávolodik az a szintű beszéd, amit én a mesterséges intelligenciával vagyok képes megolkotni, meg amit, amit saját magam. Euh, nagyon jól elmondtad, a, hogy filmes téren hogyan kell a mesterséges intelligenciát jól használni. Én most már nekem nincsen erre időm, de, de, el tudnám mondani, hogy hogyan lehet szövegalkotásra jól használni a mesterséges intelligenciát. Semmiképpen nem úgy, hogy az angol szövegemet megiratom vele, és rácsodálkozom, hogy mennyivel jobb, mert a mesterséges intelligencia nincs stílusérzéke. Nem érti, amit leír. Te viszont igen, neked van stílusérték érzéked. A fordításnál, a műfordításnál, a szakmai szövegek finom cizellát kidolgozásán van a hangsúly, és ezt ő nem fogja tudni. Nagyon jó fog neked segíteni a modelleket létrehozni. Jó, de amit most Ervin mondott, az inkább arról szól, hogy neki az anyanyelve a magyar, és így könnyebben kommunikál az angol, meg nem az anyanyelve. Hát igen, tehát a, én is erről beszélek, a fordításnál és egy idegen nyelvi szöveg megalkotásának, kiinduló pontnak, segédeszköznek nyilván lehet jól használni a mesterséges intelligencia alapú fordító technológiákat, de abba angol nyelv nyelvtudással be kell avatkozni, azt nem lehet úgy kézen, készen kapva használni. Erre is, ez is nyelvi hatás, egy, erre is ránevel minket ez a technológia. Egy folyamat közben vagyunk, úgyhogy ezt a folyamatot mi szerintem még a következő években sokáig követni fogjuk még. Postmodern. Mit tegyünk, hogyha visszaélnek a hasonmásunkkal? Ez a következő témánknak a rövid összefoglalója, és a történet következik Kovács Tücsi Mihálytól. Igen, van egy 20 éves leány akit úgy hívnak, hogy Olga Lojek. Ő egy ukrán lány, és éppen Amerikában tanul kognitív tudományt. És szőke emellett, a föl, hogy láttam a Igen, egy nagyon csinos szőke fiatal hölgy, ez a klasszikus orosz-ukrán szép lány típus, tehát nagyon attraktív, kétségtelenül, és youtuber lett belőle, videókat járt, 10 valahány ezer követője van, és a mentális egészséggel foglalkozó videókat járt. Ezzel így semmi teljesen hétköznapi történet lett, de amíg azt nem hallotta, hogy a követői elkezdtek neki hogy látjuk a videóidat Kínában. Miért csinálsz ilyen videókat? Hogy mi kell jól beszél a videóban. És ez egy, hogy igen, hogy kínai megosztok a videók, ahol mandarin nyelven beszél, de nem hát vállalja. mellékes, nem? Igen, és akkor elkezdett rákeresni. Ja, megtanult kide... mandarinul, hát persze. Hát hát <laughs> és, és ez... menne, nem? Igen, elkezdett keresni, és kiderült, hogy ő is megtalálta magát, nem meg kapott linkeket, hogy attól függően, hogy éppen melyik szolgáltatónál van, ahol Natasának hívják, valamelyiket más harmadik néven, de az a lényeg, hogy ott úgy szerepel, hogy ő egy orosz nő, viszont mandarin nyelven folyamatosan beszél lefordította a szövegeket, a videókat a Google segítségével, és kiderült, hogy különböző ilyen propaganda jellegű szövegek voltak. Tehát politikai propaganda? Részben, politikai, tehát tehát például a kínai orosz barátság elmélyüléséről és hasznosságáról beszélt, illetve hogy milyen jó az oroszoknak, hogy vannak kínai barátaik, meg ez viszont. Tehát egy ilyen, milyen, klasszikus szöveg, de például egy másik, ó, másik helyen például ő, a, ő mint Natasa, férjhez szeretett volna menni valami kínai fickóhoz, és Aha. mondta, hogyha feleségül vesztek minket, orosz nőket, akkor lesz, aki most főz rátok, és milyen jó lesz nektek, hogyha van egy orosz feleségetek. Gondolom fölháborodott, mert akkor őt ellopták, ugye, az arcát? Hát nem, nem csodálom, hogy fölháborodott. Érdekes, hogy ö, most már elég könnyű millió egy szájt van rajta, ahol mesterséges intelligenciával lehet avatárokat generálni, olyat, amilyet akarsz. Az első kérdés, miért kell ehhez ellopni egy lánynak az arcát? Tehát, hogyha szükségem van egy arcra, akkor bemegyek az első olyan programba, amely generál egy arcot, azt az arcképet átviszem a videogenerátorba, és a legenerálja. Egyébként azt hiszem, hogy négy vagy öt éve mutattunk a műsorunkban, a látható műsorunkban, ami a neten, a YouTube-on elérhető, egy ilyet, ahol egymás után sorakoznak a generált arcok. Egyik sem létezett, és mindegyik más volt. Igen. Tehát ezért volt nekem furcsa, és még nem is egy olyan nagyszabású a hölgy, hát 14 ezer követő nem tekinthető olyan egetverőnek ezekben ezen a szinten. Hogy miért pont őt szemelték ki, ugye? De ugye Ukrán hölgyről van szó, és orosz-kínai barát propagandát folytató eh, klónozás, vagy nem tudom minek nevezzem ezt. Hát, talán itt a magyarázat. Nem? Igen, igen, nekem is ez volt az első ötletem. Borzasztó Egyelőre... kellemetlen lehet. Tehát ez te kibabrálás, úgy gondolod, Zoli? Hát ez egyértelmű. Hát most Aha. képzeld el ezt a szerencsétlen ukrán lányt. Hm, nem is ilyen tud mit Hát hogy? hogy, Te Nem tud védekezni. Kinél fogja tudni elhitetni azt, hogy ő nem ő az? Hogy ellopták az arcát. Igen. Senki Tehát... nem fogja elhinni neki. Maximum az, hogy be tudja bizonyítani, hogy tényleg nem tud egy szót sem mandarin kínaiul. De akkor erre meg azt mondja, hát azt megcsináltad a mesterséges intelligenciával valahogy. Nem? Ennek lehet egy politikai vonzata, de lehet, hogy egyszerűen csak arról van szó, hogy ő már bizonyított. Tehát, uh -huh. tehát, hogyha én nekem a nulláról kell felépítenem egy, egy valamilyen avatárt, akkor akkor kétesélyes, hogy egyébként majd szeretni fogják-e a nézők. Viszont fogok egy olyat, aki egyébként jól működik, nem tudom miért, de az arca, az alakja, a mozgása, a hangja, az már bizonyított valahol valamilyen piacon, és akkor ellopom az egészet, sokkal könnyebb, mint amikor egy, egy valamilyen sportcipőt lekoppintok egy az egybe, az egy egyszerűbb dolog, mint a nulláról kifejleszteni, aztán rizikózni, hogy jól működik-e majd. Igen, nekem is ez volt a másik ötletem, hogy végül is adott már egy csomó kész videó, ami alapján már sokkal könnyebb ellopni, mint egy generált, vagy egy, éppen egy valóságos arc alapján, hiszen ott sokkal többet tudnak használni belőle a, a, a meglévő videókból. Végül is nagyon sokat foglalkozott, aval utána járt a különböző szájtokon letiltatta a videókon, nem egy helyen le is vették neki. Tehát úgy látszik, hogy mindez Azért, mert tavaly jelent meg egy törvény Kínában, amelyik az AI-generálta alakokat engedélyhez kötik. Tehát, hogyha valóságos szeméről kötik, akkor arról engedéllyel kell rendelkezned, hogy te megcsinálhatod a klónját. Mivel ezekkel nem rendelkeztek, úgy, úgy látszik, hogy elég komolyan veszik ott ezt a törvényt, mert elég, elég gyorsan levett, ezeket a videókat. Jó, de hát gondolom, hogy olyan mennyiségben lehet aztán klónozni ezeket a felvételeket, hogy már ahhoz is mesterséges intelligencia kellene, egy ilyen jogi, jogász MI, ami folyamatosan pingelné a szolgáltatókat, hogy vegyék rá. Tehát ez nem embernek való feladat egy ponton túl. Hát igen, tehát ő is azt mondja, hogy három különböző szolgáltató, három különböző lány volt. Tehát érdekes ez a probléma. Egyébként csak azt szeretném így feldobni, hogy mennyire tényleg mennyire alakítja egy a mindennapjainkat ez. Én pont a másik oldalával találkoztam egy hasonló történetnek. Egy YouTube csatorna, amit én évek óta követek, meghirdetett egy nyereményjátékot, és nem hitték el a rajongók. Tehát tele volt az, az, az összes komment a videó, jó, nem az összes, de nagy része a kommenteknek arról szólt, hogy ez biztos csak egy mesterséges intelligencia generálta AI, és, és, és ez nem a valódi ember a YouTube csatornáról, és nem szabad hinni neki. És négy vagy öt különböző videót kellett készíteni, ahol elmondta, hogy de az én vagyok, és tényleg valódi, és tényleg én, én komolyan meghirdettem ezt a játékot, és higgyétek el nekem. Hát ezt egyébként tényleg egyre érdekesebb helyzeteket fog generálni, amikor... Hát ez, ö... ez idén csúcsra fogtatjuk. tehát európai parlamenti választások és amerikai <laughs> elnök választás olyan mennyiségű generált videó lesz. Már most a Franciaországban azt hiszem 500 makrom videót szedtek le, amit külföldről fizettek. És főleg egyébként az amerikai elnökválasztás is. Ott nagyon ö... nagy lesz. Na, esélyes lesz majd az ilyen díjakra, mert maguk az igazi elnökjelöltek is produkálnak olyan mondásokat, amiktől az Igen, ott, ott... nagyon nagyokat néz. Ott olyanok, hogy azt hiszed, hogy ez már az. <laughs> Pedig a valóság. A digitális világról érthetően. Ez a postmodem Van még egy virtuális hölgy itt a műsor végére, Pink a színe, ahogy a műsor elején említettem, és euh, mármint a, szí, a hajának a színe pink, de egyébként minden tökéletes rajta, ahogy kinéz, az alakja, az arca és egy modell ügynökség alkalmazza őt. A nevét azt nem tudom, de a történetnek pont ez a lényege, hogy egyre több. Hogy ilyen nem pont... fontos a neve hogy nem fontos a neve. Boldog nőnapot. Neki is nőnapot. De szép, mindegy, hogy hogy hívják. Mesterséges nőnapot. Ez is, jó ne? hangzik, nem én mondtam, ezt te mondtad. <gül> <gül> és, 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 és ő műanyagvilágot fog kapni. <laughs> De nagyon jó volt, mert a műsor előtt Ervin mondta, hogy a modellügynökségeknél modell ez egy bevett gyakorlat szinte. Ez most már alakul, ez influencer ügynökségek készítenek AI modelleket, és e, a műsor előtt erről beszélgettünk, hogy vissza vannak butítva egy picit olyan értelemben, hogy a túl tökéletes e, influencereket nem szeretik annyira az emberek, de kell valami asszimetria, tökéletlenség, kócosság, gyűrött hely. Igen, viszont a megbízók nagyon szeretik, mert ha most belegondoltok, hogy ha ugyanolyan követő bázisa van egy valós és egy AI influencernek, akkor a díja az valószínűleg ugyanannyi lesz, de nem kell elreptetni Dubajba, a szállodámba, és etetni, itatni, ott altatni hanem elküldöm neki a szálloda belsőről a képet, és összerakják az egészet. Hát, és meg nem jelenik meg róla korrupáló videó valami más eseményről. Nem, ne, az, azt Én... az ügynökség megcsinálja azt sőt, a igen, ha, őnek, ha, ha. igen, az ügynökségnek meg azért jó, mert egyszerre 17 helyen lehet. Igen, sőt, még az is egy előnye, hogy nem alakul ki egy ilyen sztártudata annak a modellnek, hanem ti tudjátok, hogy egy ilyen ügynökség tudja irányítani, hogy mit is csináljon valamilyen fellépésen. Igen, de hát És nem fog nyafogni például, hogy nem jó az a szálloda. Nem. Igen, de közben meg kell, a, visszatérve arra, hogy mit fog majd művelni, és hogy van-e körülötte botrány, hát valami, tehát kell, hogy műveljen valamit, és legyen körülötte némi őrület, hogy, hogy Jó irányított botrány, amit mi irányítunk, Igen. és pontosan annyira botrányos, amennyire mi szeretnék, hogy Igen, botrányos. Jaj, jaj, ez, ez, jellemző, hogy, hogy egy írótól halljuk ezt, tehát rögtön elindul az agya. Fikciókban tud csak gondolkodni. De igen, hogy fel kell vérteznünk ö, élettel, tehát fel kell töltenünk élettel. Tehát úgy, hogy belegondoltok, amikor a film is kérdezted, hogy majd átveszi-e mindenki a hatalmat, akkor azon volt, hogy, hogy kell a szereplő, kell a szereplőnek ö, a, a, az imázsa, az arca, meg ilyesmi, de aztán hirtelen eszembe jutott egy street tpo Hát ő egy robot, és közben meg teljesen emberi, és, és, és ő egy sztár. Hogyha ma, ma, lenne, akkor valószínűleg ő lehet, hogy influencer lenne, és nem tudom, kenőolajakat uh, hirdetne, de ott is az kell, hogy, hogy, emberi tulajdonságokkal van felvérte. csillagok háborújának az aranyszínű robotját Igen. említetted. Igen. Amiként azért is jó példa, mert ott jelent meg szerintem először a sci -fi filmek világában az, hogy nem tökéletes harci járművek meg robotok, hanem ilyen kicsit benyomódott az oldala, meggyűrődött, koszos az a vadászgép. Tehát, hogy ez a, ez a szempont, amit mondtál, hogy a valóságos közelebb legyen, hihetőbb legyen. Igen, egyébként, tehát bejön a humánum, tehát ő, ő mindig fél, meg, meg túl sokat beszél, meg, tehát, hogy, hogy ez egy anyós, egy, egy, egy velünk élő anyós, az én anyósom ezt röhögne, hogyha ezt hallaná, de hogy igen, van egy ilyen szerethető figurája, nem pedig egy ilyen tökéletes gép, amihez érzelmileg nem tudunk visszanyúlni. Jó, mondjuk, hogyha megnézzük ezt a modell alkalmazott pink hajú hölgyet, akkor tényleg, Hát inkább azt mondanám el, hogy tökéletesen néz ki. Lát, láttál képeket róla? Ticsi? Nem, az, ez körülbelül olyan kreáltak, gyakorlatilag egy szupermodellt. Igen. És rájöttek, hogy az embereknek nem kell annyira feltétlenül a szupermodell. Különösen az influencer szinten. Ők nem, nem egy ilyen tök, tökéletes. Mármint, hogy az élő szupermodell. Igen, 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 hogy nem várnak el egy tökéletes egy félisten nőt, hanem ami kicsit közelebb áll hozzájuk. Jó egy ilyen AI az a generálói, illetve a megrendő megledelők szempontjából a a akkor tökéletes, hogy nincsen problémája a határidőkkel, 24 órában lehet dolgoztatni, és még csak kis, nem fárad el, nem fog miatta. Nem kell neki fizetést adni. Igen, nem kell túl dolgoztatni, tehát nem lehet túl dolgoztatni. Tehát ez nem ez, ez hízik el. Igen, igen. De nem, a megledelők is... Ha kérik. Ha kérik. De hamar le tud fogyni. Igen. Hát csupa előnye van. Egyetem létezik ez a szakma, hogy influencer? Tehát a a a a az élő tehát az emberi, vagy pedig e, látjuk, hogy ezt lehet helyettesíteni egy ilyen mesterség és intelligencia modell, tehát az embert, a forgatókönyvírót azt mondod, hogy nem lehet, az influencert meg tökéletesen lehet. Tehát... Valamilyen, tehát bizonyos szintűeket lehet, tehát mondjuk, hogyha valakinek annyi a tudása, hogy egyébként jól néz ki, és jól áll a kezébe a vörös boros pohár, akkor valószínűleg okay, könny az, könny 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 az könnyebb lesz, hogyha viszont az, hogy hátra szaltott ugrik BMX biciklivel, és, és egy energiaital fogja szponzorálni, az nehezebb lesz. Vagy van emberi stílusa. Igen. Van karaktere, ami Itt... szerethető vagy utálható. Ugyanez, amit a benne filmeknél van. mondtam, hogy a hozzáadott érték. Tehát én, én azt remélem, és azért vagyok optimista, hogy hogy, hogy elválik az Ocsó a búzától. Tehát akik hozzáadott értéket adnak emberként, azokat követem emberként, és egyébként viszont az, hogy így valaki jól néz ki a pizzériában, az az meg azért hadd ne fájjon annyira a szívem, hogy őt IA-jal helyettesítik. Egyébként van még egy nagy hátrány egy ilyen virtuális modellnek, hogy például egy eseményre, egy sajtótájékoztatóra vagy fellépésre nem nagyon lehet elhozni és megmutatni vagy bemutatni őt. őt azért egy-két hologramos koncertet láttunk uh -huh. már. Úgyhogy akkor még ez ügyben is lehet fejlődni hova? Eddig tartott a mai postmodem Köszönöm a részvételt Pál Bernadettnek, Pódi Zoltánnak, Kovács Tücsi Mihálynak, vendégünknek Sallai Ervinnek és a hangmester kollégáknak itt Budapesten Lavati Győzőnek, Pozsonyban pedig Zsapka Leventének. Jelentkezünk egy hét múlva pénteken délután. Viszontlátása a Youtube-on, viszont a Pátia Rádióban. Szilágy padot hallották. Postmodem